Változunk. Február 28-ától Nézz fel! Szervusztok, jó reggelt mindenkinek! Az elmúlt napokban olvasmányaim közben egy mondatra lettem figyelmes, ami rám elementáris erővel hatott. Lehet, hogy számotokra, sokatoknak ez egyértelmű lesz, nekem újszerűleg hatott. Azt írta ott az író, hogy Jézus, hogyha a földi életében elbukott volna, akkor soha nem térhetett volna már vissza a mennybe. Ez rám hihetetlen erővel hatott, és belegondoltam abban, hogy Jézus ahhoz, hogy eljusson a kereszt áldozatáig, ahhoz neki teljes mértékben büntelennek kellett lennie. Nem tudom, hogy láttatok-e olyan filmeket, amelyek kicsit ilyen régebbi korokból merítettek, történelmi filmeket vagy vígjátékokat, amikor a főhőst, vagy az áldozatot, vagy nevezzük bárminek, úgy szégyenítették meg, hogy például bekenték szurokkal, és még madártollal is úgy meghintették, hát elég megszégyenítő és megalázó helyzetbe hozták azt, akivel így bántak. És ez csak egy nagyon gyenge hasonlat ahhoz képest, amit itt a sátán művel ezen a világon. Ő mindannyiunkat szurkoz és hemperget a madártollban. Mi mindannyian sajnos úgy nézünk ki, ahogyan kinézünk a bűn világában. De Jézus, aki lejött erre a földre, az ő számára semmilyen szín alatt nem volt lehetőség vagy megengedhető, hogy ő szurkos legyen, vagy madártollas legyen, idézőjelbe persze maximálisan, a bűn világában. Ő rajta egy makula nem eshetett. Gondoljatok bele abba, hogy az ő számára egyetlen egy hiba is végzetes lehetett volna. Én amikor ezt megértettem, hogy minket a mi teremtőnk úgy szeret, hogy nem csak megáldozta magát, érettünk a Golgotán, hanem az egész egzisztenciális létét, a létezését tette kockára mi érettünk. Gondoljatok bele abba, hogy Ádámnak és Évának csak egy könnyű elutasításba került volna a bűnnel szakítani, mármint olyan értelemben, hogy bele se kóstolni. Míg Jézus Krisztusra, az ő egész személyére pontszerűleg hatott az ő ellenségének, mennyei ellenfelének, sátánnak minden támadása, és nem 5 percig, 10 percig, hanem évtizedeken keresztül, aztán pedig a Golgotán teljes végkifejletében. Én nekem ezért egy hatalmas gondolat lett a fejemben ez a mondat, amit olvastam az elmúlt hetekben, hogyha Jézus Krisztus akár csak egyetlen egy bűnt is elkövetett volna az életébe, akkor nem csak, hogy a Golgotán nem lehetne a mi megváltónk, hanem ő már vissza sem térhetett volna a mennybe. Gondoljatok ebbe bele, Jézus nem térhet vissza a mennybe, és ennek folyamatában a mi odautunk is végképp elveszett volna. Minden sorompó lezárult volna. Ezért mondja azt Pál apostol a zsidókhoz írt levél, ha jól emlékszem, igen, 2. fejezet 3. versében, hogy hogyan menekedhetünk meg mi is, hogyha nem törődünk így nagy üdvösséggel. A világ emberei sajnos csak leélik az életüket ezzel a témával szemben közönösen, és nem gondolnak bele abba, hogy azért, hogy élhetnek, azért, hogy létezhetnek, az micsoda hatalmas árba került. Gondoljatok bele abba, hogy amikor azt mondja a Szentírás, hogy az Atya és Jézus között békesség tanácsa volt kettejük között, hogy ez Jézusnak micsoda egzisztenciális kockázatába került, hogy ő mit vállalt értünk. Most őszintén mi kiért mernénk azt megtenni, bevállalni, hogy egy olyan erőfeszítést tegyünk, amiben a létezésünk is belerendülhet. Tehát nem az, hogy utána újjáteremtenek és visszaadják a létezésünket, hanem pont és vége. És nincs tovább.
Nekem a hideg futkározott a hátamon, kedves érdeklődők, amikor ezt úgy megértettem ebből a mondatból, hogy bizony Jézus a saját személyes egzisztenciáját, létezését kockáztatta azzal, hogy lejött ide hozzánk a szurkos és madártollas világba úgy élni, hogy ő nem lehet egy pötty tekintetében sem szurkos, és nem lehet rajta madártól sem. Hogyha ezt most így próbálom ezzel a gyenge hasonlattal nektek egy picit világosabbá, érthetőbbé tenni, hogy itt ebben a világban, ahol a bűn az Úr, milyen könnyű összesározódni, beszurkosodni, és utána belehempergetve még madártolva a bűnnek a torzójává válni. Ezért becsüljük meg ezt az igét, kedves érdeklődők, hogy mi módon menekedhetünk meg mi, hogyha nem becsüljük meg, nem vesszük komolyan, nem értékeljük ezt a hatalmas üdvösséget, amit Jézus Krisztusban kaptunk. Nem csak abban, hogy a Golgotán megáldoztatott érettünk, mert az már egy csodálatos, tökéletes életút végén, szinte azt mondom, hogy a pont lett az I betűn. De mi van akkor, hogyha nincs meg az I betűnek a szára? Jézus itt maradt volna velünk ebben a világban, elveszendő, élő lélekként, és utána meghalt volna ő is, mint mi, és nem lett volna visszaút a mennybe. Se neki, és ennek folyamatában sem nekünk. Ezért csókoljuk a fiút, ahogy a Zsoltáros is mondja, és becsüljük meg ezt a hatalmas üdvösséget, hogy Jézus nem csak a kereszt halált vállalta érettünk, hanem bizony a saját személyes létezésének, az elvesztésének a lehetőségét. Becsüljük meg, és szeressük őt nagyon, mert ő nagyon szeret minket. Ennek jegyében kívánok nektek felemelő, boldog, és ezen a mondaton kicsit talán elgondolkodó mai napot nektek. Szervusztok! Változunk. Február 28-ától nézz fel!